Vajon mit gondol Isten a szegénységről és gazdagságról? A pénz és a vagyon az ideiglenes földi életünk eszközei, ezért földi kincseknek kell tekintenünk, amelyek már csak ideiglenességük miatt sem lehetnek életünk céljai. Ahogy Pál apostol fogalmaz, minden rossznak gyökere a pénz szerelme, és akik a pénz után sóvárognak, azok eltévejednek a hittől, és sok fájdalmat okoznak önmaguknak. Éppen ezért bölcs dolog úgy imádkozni, ahogy azt a Biblia ajánlja. Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Adj annyit, amennyi szükséges. Mert ha túl gazdag leszek, tán jól lakva megtagadnálak, és azt gondolnám, nincs szükségem rád. Ha elszegényednék, talán lopásra adnám a fejem. A Szentírás alapján nem keresztény norma a gazdagság, sem pedig a szegénység, ugyanakkor mindannyiunk számára norma a megelégedettség.